A szeretet nem valami képzeletbeli dolog, hanem jól leírható erőhatás. Nem lehet lényegtelen. Ez a szeretet mindent megold, így fogalmaztál, hogy szerintem kezdjük akkor a legnagyobb negatívumával a, a, filmnek, mert hogy nekem ilyen kettős érzetem volt, sőt, első megtekintés után bevallom, nekem nem is tetszett annyira, aztán kísértett az zenéje. Mint a mostani első, vagy a legesleges. A legesleges. Aztán kísértett a zenéje, mint Mörföt az apja, és, és, aztán meg kellett néznem még egyszer, és otthoni megnézése, mert én voltam olyan szerencsés, hogy IMAX-ben néztem meg ö, első alkalommal utána már sokkal jobban tetszett, és én annál a jelenetnél akadtam fenn, ami nagyon sokakat zavar, azóta is, amikor a brand, ugye az enhet Hathaway által játszott brand, kifejti ezt a szerelem dolgot, és hogy kicsit bontsuk ki, hogy, 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 miért béna ez, mert mert ez sokat elmond egyébként a, a, befogadásunkról is, meg erről a filmről is, és aztán úgy is beszélünk a, a nagyon jó dolgokról, hogy itt ugye azt vázolja föl, Brand, és az egész film rájátszik egy kicsit erre, hogy most akkor tudomány vagy, vagy misztikum. Ez ugye a Murphnél is uh, fölmerül, amikor kísértetnek nevezi ezt az adott dolgot, és akkor leül a Matthew McConaughey, a Cooper hozzá is elmondja, hogy hogy működik a tudományos módszertan. Hogy uh, utána kell járni, miért, jegyzetelni kell, kísérletezni, stb. Tehát a film játszik. Uh, ezzel a dilemmával, hogy a hétköznapi ember által jobban átélhető érzelmi világ, vagy a tudományos látásmód az igazi és a fontos. És akkor szó van itt gravitációról, térről és időről, és a brand azt mondja, hogy a szerelem az egyetlen általunk érzékelhető dolog, ami téridőn keresztül át tud jutni. És a film próbálja ellenpontozni, de nem sikerül neki, mert a Cooper mondja ugyan, hogy igen, a szerelem fontos, kicsit olyan leereszkedően, szociálisan, társadalmi, és így elmondja, de, de mégis a filmnek az üzenete az lesz, hogy a szerelem az, ami a fizikán túlmutat, és ez egy olyan erő, -erő az univerzumban, ami, ami, amivel tudunk kommunikálni. Nem csak a szerelem, ő, a szeretet. A Tehát. szeretet, bocsánat, most valamiért szerelmet, mondtam a szeretet, tehát itt nem csak a romantikus kapcsolatokról van szó, és én úgy gondolom, hogy ez azért, azért szerintem ez, e, ez egy ilyen olcsó hazugság az a helyzet, tehát értem, hogy mit akar vele kifejezni, de az a problémám vele, hogy a szerelem, a szeretet az egyáltalán nem különleges dolog ilyen szempontból, mert hogy a kíváncsiság és egy olyan erő ami például a Cooper szintén hajtja. Azért nem csak a gyereke miatt megy ő, hanem ő egy tipikus felfedezés, mondja is a, az apósa, hogy ő, ő rosszkor született. Ő neki 40 évvel előbb, vagy később kellett volna születni, mert most otthon kell gazdálkodnia, és ő nem ennyire földhöz ragadt, hanem neki kint kéne lennie. Ő, ő ezt tanulta, ő pilóta és mérnök. Neki felfedeznie kéne, kutatni uh, kinn kin az űrben, és ő ezt most nem tudja megtenni. Tehát benne van egy kíváncsiság, egy ambíció is. Uh, ez nem hajtja az embereket, a kutatókat, a felfedezőket, dehogy nem. Nem csak a szeretet. Miről van itt szó? Nem arról van szó, hogy ez egy erő, és nem is tudom, miért kell áthelyezni a fizikai uh, térbe és azt mondani, hogy ez olyan dolog, mint a gravitáció. Nem tudom, miért kell kategóriát ugrani. Ez egy emberi érzelem, ami motiválja az embereket. De nem hatol át semmin, és nincs is ott semmi keresni valójában. Olyan értelemben áthatol a filmnek a, a filmnek a világában, áthatol, hiszen amikor megérkezik a fekete lyukba a Cooper, akkor a az ő általuk ugye később épített ilyen tesszerákba, tehát milyen, hogy hívják ezt magyarul, ennek mi a neve amúgy? Van, milyen, hívják, szem nincs magyar neve. Jó, ebben a fekete lyukban létrehozható építményben, ő a szeretet erejével, az emlékezés és a szeretet erejével képes ő, kommunikálni a lányával. Akkor minek, mi, mi szükség van az órára, az óra mutatójára, a bináris Azért, ö, adatokra. mert mondja, mert hogy ö, fizikálisan, mert hogy. hogy ö, tehát olyan értelemben a, szere, a szeretett ereje kellett ehhez, hogy a kettejük lévő kapcsolat olyan erős volt, hogy a lánya, az x évvel később, tehát már gyerekkorában is felfigyel ezekre a jelekre, de hogy amikor már ugye felnőtt nő, és visszamegy a házba, és jelez a Cooper neki, akkor ő felnőttként, ugye az az óra, aminek megálltak a mutatói, és a bináris kódot ő az, az mutatja, a, a lánya emlékezni fog, hogy uh -huh. az az óra, az számára fontos, és akkor megfogja a kezében, és, és akkor látja. És meg tudja, és azért... Cooper meg tudja, tehát, igen. hogy olyan értelemben a szeretet összeköti őket, hogy tárgyakon keresztül, tehát ez pont olyan, mint hogy van -e egy nyakláncom nekem, csak hogy egy személyes párhuzamot vonjak, ami egy nagyon vékony aranylánc, és rajta van egy szívecske, egy kereszt és egy horgony, ugye ez a hitremény szeretet szimbóluma. Ezt a nagymamámtól kaptam az érettségi ballagásra, de nem tudom hordani, mert a kislányom biztos, hogy letépni a nyakamból egy mozdulattal. És ettől függetlenül nem dobom ki, vagy nem, nem teszem ki sehova, vagy nem cserélem be egy másik fajtára, vagy egy másik fajtát ékszerre a ékszerboltban, mert ez egy emlék, ami, aminek a tudom, hogy mamám mit mondott, amikor átadta, és miért adta, és erre tisztán emlékszem, és ezért nekem ez olyan erejű, hogy, hogy, ez a szeretet ereje, ez nekem benne lakozik ebben a tárgyban. Tehát ilyen a tárgyban ételemben... semmi nem lakozik. De számomra, nem. de számomra. Benned lakozik. Bennem lakozik, de a tárgy váltja ki. Tehát a tárgy emlékeztet, és nem. De ez nagyon kevés dolog. A tárgynak az emléke váltja ki, ránézel a tárgyra, az visszaidézi azt az emléket, ami benned van. De a tárgy nélkül ez nem lehet. benned van. Minden a Cooperben van, minden a Mörvben van. van, nem köti őket össze. De ez semmi. láthatatlan módon összeköti őket. De én gondolom. Láthatatlan módon vagy nem köti össze őket semmi. Ennyirevel a gravitáció láthatatlan szóval nem is létezik. Mérhető. A szeretet is mérhető. Olyan módon, mint a gravitáció nem? Hát én azt gondolom, hogy de. Hogyan? Hát például úgy, hogy vannak ilyen kísérletek, hogyha meglátod a számodra kedves embert, akkor a pulzusod megindul. Például. Tehát testi funkciókkal mérhető a szeretet. Tudtommal, ha meglátod, a, akár most akkor beszélünk csecsemőkről, hogyha meglátja az anyját, apját, vagy valaki a gondozóját, a, a, akkor kitágul a pupillája. A Púzuson belül hol van a szeretetnek a lenyomata? Akkor is megindul a púzusod, hogyha látsz egy jó faszit, vagy egy nőt, akkor is, hogyha egy kutya neked támad, ha megtámadnak az utcán. Honnan tudod abból a púzusból, hogy az a szeretet? Tehát, hogy. Érted? Nem a gravitáció az, nem viszont azt mondta, azt mondtam, az lemérhető, mérhető, mérhető erre. Tehát mérhető a, a szeretetre. Nem adott van egy estiráció. következménye a szeretetnek, amit te le tudsz mérni. Jó, teljesen. Én igen. nem a szeretet ellen beszélek, és nem leértékelni akarom a szeretetet, hanem pont a helyén akarom kezelni, és a tudományos, a fizikai jellemzőket is a helyükön akarom kezelni. Egyikből se csináljunk abszolút ö, fontosságú dolgot. Ez a problémám. Ez egy motivációs tényező. Akkor miért kellenek azok a kódok? Miért, miért ö, nem a szeretetből, nem a szeretet miatt menti meg. A szeretet motiválja őt. Jó, de ezt, ezt tudod, nek, én már ilyenkor érzem azt, hogy igazából teljesen mindegy, hogy hogy mondod. Mert ugyanarról beszélünk. Nem. De. Nekem nem, nem. igen. Ha, ha a film nem mondta volna ki, hogy a szeretet a megoldás, tehát Cooper rájön, hogy Brennek igaza volt. A szeretet az a... Ezért érződik olcsóságnak, mert, mert akkor a túlzás, hogy az ember azt érzi, hogy hazuk. És ráadásul nem sokkal pár perccel később Cooper a mutatóval elküldi a kódot, amit Murph átír. Mire ment volna Murph, ha nem tanítja ki uh, a Brand professzor a szeretetével és az emlékével? Az égvilágon semmire nem ment volna, mert nem tudta volna, hogy mit kezdjen az adattal. Jó, de ez meg már olyan, hogy ha nem megyek ki az utcára, akkor éppen akkor, akkor nem esik a fejemre a csevép, és még mindig itt nem. ülök, és nem halok meg. De hogy nem. Nem Te olyan arról beszélünk, hogy mi kellett ahhoz, hogy ez a filmben megoldódjon a probléma. A film azt hazudja nekem, hogy a szeretet. Nem. 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 nem de ezt mondja. Nem. Okay. Társz a megoldás, a szeretet. Hogy most miért vitatkozok ezen ennyit, mert most ez ö, sokaknak szőrszáhasogatásnak tűnhet, mint ahogy neked is talán. Tehát nem, még egyszer mondom, nem a szeretet ellen beszélek, hanem pont azt nem tartom jónak, hogyha a gondolkodásmódunkat egyik vagy másik aspektusa a világnak teljesen átveszi és abszolutizálva van. Tehát az sem jó, és ilyen szempontból tetszik a filmnek a kritikai éle, hogyha teljesen tudományosan gondolkodunk. Vagy hát vitatkozhatunk, hogy, mert a Cooperben van egy kicsit azt kritizálva, hogy ő teljesen tudományosan gondolkodik. A Murph a gyereknézőpont, ugye, ami egy nem egy tudományos, az kizökkenti ebből, viszont a világ körülöttük úgy néz ki, hogy nem tudományosan gondolkodik, hanem haszonelvűen gondolkodik, ami egy kicsit más, mert hogy például azt mondják, hogy a holdra szállás az csak egy szovjet ellenes propaganda volt. Tehát ezek a kritikai ö, szempontok, ezek tökre tetszenek a filmben. Csak hogy egyik se vegye át a másik helyét. A világban megvan a, a hely a tudományos gondolkodásmódnak, az érzelmi alapú gondolkodásmódnak, a hit alapú gondolkodásmódnak. pont ez az, hogy ez megjelenik szerintem a filmben. Nem, de az az üzenete, hogy a szeretet, ami minden. Lehet, hogy az az üzenete, de közben a tudomány nélkül nem lehetett volna a szeretet erejét igénybe venni. Tehát, hogy azért hát ezt... Én így gondolom, és szerintem a filmben is benne van ez. Hát igen, ezt de mondom. Mégis, s, ö, súlykolja, és nem csak a brand kínos jeleneténél, ami tényleg nagyon elcsépelt és didaktikus, hanem rátesz egy lapáttal a Cooper a, a kockában. És elmondja, hogy a megoldás a szeretet. Egyáltalán miért kellett ezt kimondani? Ha nincsen brand jelenete, meg nincsen Cooper jelenete, akkor szerintem sokkal erősebb, mert a néző magától is rájön, hogy Úristen, tényleg ez, a, ez az egy emlék, ami egy rohadt erős koncepció, hogy ebben a teszerákban ez az egy emlék játszódik, ennek a pillanatai vannak ott, amihez hozzáfér Cooper. Tehát óriási ötlet, óriási koncepció. Ha ez nem hangzik el, akkor ez a film még háromszor akkora a szememben, mint egyébként is, mert majd mindjárt fogunk arról beszélni, hogy miért jó. Mert ha belegondolsz, és akkor ez még eszembe jutott az előbb, hogy a Tomnak nem pont az a baja, hogy csak a szeretet hajtja. És nem gondolkodik tudományosan? Ha tudományosan gondolkodik, a Coopernek a fia. ja, ja Ha igen. tudományos gondolkodás is megférne, a tudományos racionalitás, akkor azt mondaná, hogy nekem vannak mindenféle érzelmeim, jó, egyébként nem csak a szeretet, a dű, a, a kiábrándultság, a harag, az, a, ezek nagyjából. Ezeket félreteszem, mert láthatóan itt egy szakember, aki azt mondja, hogy a gyerekem, meg a feleségem is már annyira köhög, hogy rohadt nagy baj van. Nem, hanem ő érzelmi alapon azt mondja, hogy én nem megyek le a föld alá, mert haragszik az apjára. Érted? Tehát, hogy ott, ott, meg nem érvényes ez az érzelem, érzelmi világ, és a, vagy rossz érzelmeket választottatom? Érted, mit mondok? Hogy ott meg pont a tudományos gondolkodással lenne, vagy a tudományos belátással lenne nem, én csak azzal kötözködöm, hogy szerintem a filmnek nem az az üzenete, attól függetlenül, hogy ez ki van így mondva, és talán elismerhető, hogy ez didaktikus, hogy a, a szeretet ereje a legnagyobb, meg ennyire ilyen csodákra képes, hanem az az üzenete, hogy a tudomány, ahova a tudomány már nem ér el, ott a szeretet erejével érhetünk el bizonyos dolgokat. De ez egy fikció, tehát ez egy film. Csak, én úgyhogy én tudod. elfogadom neki, de me megengedem neki. De mi, mi az, ami, ahova a tudomány nem ér el ebben a filmben? Ezt hogy érted? Hát, hát, hogy mondjál erre példát, amit most mondasz, hogy az az üzenet, hát, hogy a tudomány nem az, ér Az, hogy a, a, a mörf ö, magától, tehát a professzor egész életében ezen dolgozott, a, az idővel foglalkozott, és nem sikerült neki megfejteni, és ezt kvázi megfűszerezi a... a Apa lánya kapcsolat, aminek segítségével rájön egy olyan tényezőre, amire eddig a professzor nem jött rá, és akkor áthidalhatóak ezek a problémák, és mindenki meg van mentve. De nem. Úgy értem? De hát kellenek hozzá számok a professzor miért tudott eljutni, mert ugye azt de se tagadjuk, ki mond, de hogy de most a... mondom, hogy kimondta, hogy nem kellenek a számok. Tehát kimondta, hogy nem kell. Hát azt mondta, hogy ahol a tudomány már nem... Azt, azt kértem, hogy mondjál arra példát, hogy ebben a filmben hol nem működik már a tudomány, és hol van a... Melyik az a része, a, már csak TARS nem tudja kiutatni az adatokat. Egyedül a, a, Cooper képes jelekkel elküldeni az adatokat de a miért? Mert az emberiség már odáig fejlődött, hogy megalkották Coopernek ezt a, ezt a Igen, háromdimenziós... Igen, de hogyha nem szeretik egymást eléggé, ha nem kötődnek ennyire egymáshoz, és az emlékeik nem ilyen erősek, akkor ez az üzenet kvázi, amit a tudomány segítségével eljutatott A pontból B pontba nem ér cél. Na, ezzel egyetértek. Na, most De most nem beszélünk? emelted fölé, hanem azt mondtad, hogy mindkettő összetevő... Hát ezt mondom, eddig Teljesen egyetértek. Mondtam. Csak a filmből nekem a hierarchia jön ki, hogy mert a szeretete túl, kompenzál, túl kompenzálja ezt a, ezt az adott dolgot. Na, de ez, ez akkor egy jó szempont, aminek mentén, legyetek szívesek, írjátok meg, hogy egyrészt ti is úgy érzitek, hogy ez elcsépelt volt, vagy nem, mert egyébként abban egyetértünk, hogy ez a jelenet elcsépelt volt most vissza. Igen. Az, az neked se tetszett annyira. Illetve, hogy mit gondoltok erre, erről a szeretett kér kérdésről, mint az univerzum egyik ö, legerősebb ereje? Na, ö, viszont akkor beszéljünk arról, ami, ami talán fontosabb, hogy mi a jó ebben a filmben.